A hagyományos és szabványos minőség elnevezésű projektum célja, hogy a hagyományos és hazai élelmiszertermékeket előállító termelőket segítse a minőségbiztosítási eljárásban, és lehetővé tegye a termékek értékesítését a nagyobb piacokon is. Hagyományos termékeket készítünk, mint például a rizses hurka, a disznósajt, vagyis a svargli, húsos hurka, pástéton, abátszalonna, Temerinből is és más helységekből is nagyon sokan külföldre mentek, és amikor ezek a személyek hazajönnek, úgymond várják már ezeket a termékeket, és mikor utaznak vissza, akkor nagyobb mennyiségbe vásárolnak, és viszik magukkal a termékeket külföldre. A projektumban Magyarország több területéről vonnak be olyan termelőket, akik tea, méz, fűszer, gyümölcs és zöldség termesztésével foglalkoznak. Egyrészt egy platformot építünk ki számokra, ahol a kereskedelmi tevékenységhez hozzájárulunk, másrészt aranyezüst és zöld címkékkel különböző minőségbiztosítási szabályokhoz való csatlakozást tudunk nekik biztosítani, ezáltal megkönnyítve, hogy belekerüljenek esetleg a nagyobb boltok hálózatok körforgásába. A hagyományos élelmiszerek abban az országban a legkeresettebbek, ahol előállítják őket. Mi ezzel a projektummal bővíteni szeretnénk a piacot határon túl is, de elsősorban arra számítunk, hogy ezeknek a termékeknek a kínálata országon belül növekszik majd. Noha a hagyományos receptek szerint előállított termékekből kevesebb gyártható, mint a gyáripadban előállítottakból, ezek az élelmiszerek egyre keresettebbek, hangzott el a konferencián.